Korintusiakhoz írt első levél 8-as fejezet az, amivel elkezdeném. Egyébként a kérdésre válaszolván nem vagyunk zsidók, nem vagyunk izraelita, az lehet, de zsidó semmiképpen sem. Szóval mi nem a judaizmus követjük ezen a csatornán, és soha nem hirdettem a judaizmus, soha nem voltam zsidó, nem voltam keresztény sem soha, és nem is akartam az lenni, meg muszlim se voltam, semmilyen vallású sem voltam. Az igazságot kerestem, az atya elvezetett ide, és most itt vagyunk, 15 év után. 8 éve megy ez a közösség, amit Jehova útjának hívnak, és igyekszünk tartani magunkat ahhoz, amit demonstrált Jahusha HaMashiach Jézus, mikor itt volt, úgy a Tóra, mint az ő tanúbizonysága és az ő hite. Ez az, ami jellemez minket. Szóval hagyj ejtsek néhány szót a Korintusiakhoz írt első levél 8-as fejezetéről. Biztos mindenki ismeri ezt a sort, hogy mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne, és egy gazdánk vagy urunk, a Jézus Krisztus, aki által mindenség, mi is ő általa. Ez nagyon egyszerű megérteni ebből, hogy egyetlen Isten van, az pedig nem más, mint az Atya. Egyetlen mindenható Isten van, Pantokrator a görögben, aki Istennek mondatik, és az Atya. Senki más. Az ő egyszülött fia, az ő szava, Jahusha HaMashiach, vagy Jézus, akit ugye Jézusnak ismer mindenki manapság. De ő az, aki kinyilatkoztatta őt a világnak. De ő nem azonos vele, nem egy természet, stb. Persze vitatkozhatunk azon, hogy mit is jelent a természet, vagy mit is jelent a személy, de most nem ezt akarom. Szóval még egyszer, mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől a mindenség, mi is ő benne, és egy gazdánk van, a Jézus Krisztus, vagy a Jahusha HaMashiach, aki által a mindenség, és mi is ő általa. Most nem tudom, hogy ha valaki akar csatlakozni, tőlem jöhet? Én szívesen beszélek bárkivel. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Máté 24:30. Itt van. Igen. Uh-huh. Igen. Görögül úgy szól, hogy peridetis, imerász, ikenész, keórász, nem keórász, udis, iden, udeo, angelit, uranon odeo is imio patirmonos. Szóval, mit is ért ez alatt? Amint látod, a görög fordításban máshogy van. Úgy van írva, hogy imi, ami azt jelenti, hogyha nem. Szóval, ami alatt azt írti, hogyha az atya nem tudja az órát, akkor a fiú sem tudja az órát. Viszont mivel az atya tudja az órát, a fiú is tudja. Szent Bazil a 236. levelében ezt úgy írja le, úgy magyarázza el, mert ezt az ős egyházban is már átbeszélték, és ez egy nagyon régi vita, hogy a fiú az atyától kapja a tudását. Szóval a fiú tudta az eljövetelét, viszont a tudás magát az atyától tudta, mert a fiútól származik. Pillanatot várjál. Szóval én is látom a görögöt, meg azt is, ezt az eimét, szóval az ugye, ha nem, ezt mondod. Most én nem igen. Beszélek görögül, szóval látom itt, meg el tudom olvasni, meg értem. Tanulok még, de nem teljesen. Szóval azt mondod, hogy ez az eimé opater mu monos. Ez azt jelenti, hogy ha nem, az atya, az én atyám csak. Ugye ez azt jelenti szó szerint. Nem. Igen.
Hát szó szerint fordításban, ugye mert a rengeteg tudós ránézett a Bibliára, és 95%-os fordítási pontosságot találtak, viszont itt van az az 5%, szóval gondolom ez az 5%-ba belesik. Pontos teológiai fordításban úgy lenne, hogyha a fiú, ha nem az atya. Például, de viszont a Nézd! Mátéba, ahol ugyanez van leírva, ott a monosz az ki van hagyva. Az Márk ugye a másik, ha jól emlékszem, Ja, igen, 13-32? Márk. 13-32. Igen. Ott például ott nincs a végén az, hogy monosz. Ott csak úgy van leírva, hogy udeo is imio patir. És Hát nem úgy úgy, van, hogy oké, udeo igen, is de az imio patir monosz. a hülyosz, az azt jelenti, hogy sem a fiú. Igen, sem a fiú. Ej mi o pater, hanem az atya, csak az atya magyarán. Szóval Igen, azt viszont mondja, hogy ahogyan sem már... a fiú. Hiába nincs ott, hogy monosz, hogy az atya egyedül, az ott van, hogy ude o hülyosz, magyarul sem a fiú. Szóval ha Igen, tudja, viszont, hogy... ha... Igen, viszont, hogyha Szóval a most fiú már nem megint tudja, hogy... belemegyünk, és megint ránézünk arra, hogy Émi, láthatjuk azt, hogy ugye úgy van, hogy angeli, angyalok, szóval hogy sem az angyalok, sem a fiú nem tudhatná, ha az atya nem tudja. De nem tudja. Ugye azt mondja, hogy nem Igen, de tudja. viszont ez egy állítás lenne, hogyha az atya nem tudja, akkor a fiú sem tudhatná, mert a Hát fiú az atyától szerzi a tudását. én azt javaslom, hogy térjünk át a magyarra, mert én nem vagyok ebben szakember. Nem tudom, hogy te az vagy, vagy nem, de én biztos, hogy nem. Szóval. Én csak simán tanulom a görögöt. De Annyi. még annyit csak ez az oiden, ami ez a tudja, ez Ide, igen, befejezi. igen, ez deklaratív tudás. Így van, szóval, de egyrészt, Ezt másrészt meg az 2 befejezi. Korintusok 4, nem, az első Korintusok 2:2-ben is tudjuk látni, hogy a idene van használva, azt gyorsan meg Az is nézem, világos, meg azt is akarom mutatom. mondani, hogy maga az ige alakja, ez perfektum, befejezett. Azt jelenti, hogy te nem tudja. Magyarul nem tudja. Még csak nem is hagy kérdést efelől. De inkább tudod, ami érdekes Rendben. ezzel kapcsolatban szerintem az, hogy ha csak megnézzük a magyart, vagy akár az angolt, hogy mindenki következetesen úgy fordítja, ahogy azt tudjuk. A Kádit, hogyha megnézed a Vulgátából, az a latinból, az is azt mondja, hogy sem a fiú, csak az atya. Hogyha a Károlit nézed, az is azt mondja, hogy hanem csak az atya, és a katolikus verzió is úgy fordítja, hogy sőt, még a fiú Igen, de sem. viszont... Igen, Szóval de ezt engedjük majd nem meg, tudom, majd a... De ez a vatikáni kódexben is így van, amúgy, meg szerintem majd a latint azt meg fogom nézni. Még, az még kimaradt. Viszont tudom, hogy a vatikáni kódexben ugyanúgy le van, csak úgy tegyük fel egy ógöröggel. pillanatot, tegyük fel, hogy a fiú tudja. Persze, ugye az a Igen. lényege, a történetnek az a lényege, hogy nem tudja. Ugye a kontextusból is az derül ki, hogy az kell, hogy legyen a lényeg, hogy nem tudja. Arról a napról és óráról azonban senki nem tud semmit. És ez a senki, ez ugye azt jelenti, hogy senki. Azt mondja, hogy senki semmit sem tud. Sem az égben, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Szóval a kontextusból kiderül, még hogyha esetleg a görög hagyna is valami kétséget afelől, hogy most mi a helyzet, a kontextusból kiderül, hogy azt akarja érzékeltetni, hogy csak az atya tudja, csak és kizárólag egyedül. Oké. Az, amit te mondasz, az lehet, hogy nem. Tudod az egésznek a kontextusát? Hogy Jézus előtte mit mondott? Hogy miről profitált? Máté 24-es fejezet, meg a 13-as Márkról lévén szól ez, amikor kérdezik, hogy mi az eljöveteletnek a jele. Igen. És sorolja fel, hogy mi fog történni. Szóval, nem lenne az logikusabb, hogy mikor felsorolta, hogy mi fog történni, bebüki, hogy nem tudja senki, csak az atya, mi fog történni. Hozzátéve, hogy az iden az deklaratív szó. Hisz 1. Korintusok 2:2-ben is azt tudjuk látni, hogy ugap ekrinati idene. I nothing for I decided anything to know among you if not Jesus Christ and him crucified. Pál apostol itt nem azt mondja, hogy nem tud senki mások Jézust, hanem azt deklarálja hitetlenek között, hogy csak Jézus Krisztust ismeri. Szóval, ugyanúgy visszavenve Mátéra és Márkra, Jézus közöttünk azt mondja, hogy nem tudja az órát. Ez legfőképpen Nézd, abcsel... az, amit... Várjál, hagyd beszéljem, hogy légy szíves, még hogy fejezem be. Ezt még az abcselt fel akarom hozni.
Apostolok cselekedetei 1:7-ben, mikor az előtte lévő versbe 1:6-ban megkérdezték Jézust, hogy mikor fogsz eljönni, azt mondja Jézus, hogy nem ránk tartozik az az óra és azok az esetek, amit az atya a saját erejébe állított. Nem mondta, hogy nem rá tartozik, azt mondta, hogy ránk, mint bűnösökre nem tartozik. És ezért inkább azt mondja közöttünk, hogy nem tudja az órát, mint hogy inkább azt mondja, hogy tudja az órát, és akkor megint elkezdik faggatni róla. A lényeg az, hogy még az, mondjad azt a apostolok cselekedetei, mi volt az? Apostolok 1:7. Oké, apostolok 1:7, nézd, ez csak alátámasztja azt, amit mondtam. Egyrészt a korintusi, egy korintusi 8:6-ot, hogy nekünk csak egy Istenünk van, az Atya. Ugyanezt érzékelteti Márk 13:32, hogy senki más nem tudja, csak az Atya. Sőt, nem csak Márk, hanem Máté 24:36 is, hogy senki más nem tudja, az Atya. És amit te felhoztál, az apostolok cselekedetei, az is azt érzékelteti, hogy senki más nem tudja, csak az Atya, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett. Szóval mindegyik vezet minket oda, hogy csak és kizárólag az Atya az egyetlen mindenható Elohim, akinek hatalmában áll ezt a tudást elrejteni akárkitől, az angyaloktól, a fiútól, ráadásul, ami nem tudom, hogy más észrevetted-e, de a Szent Szellem, vagy a Szent Lélek, még sincs említve, hogy egyáltalán azt tudja, holott állítólag az is egy Isten. Azt nem tudom, hogy kell az embereket itt tiltogatni. De ezt az idiótát lenémítom. És... ups, meg ezt is gyorsan. Aztán... oké. Tőlem jöhet ez a Tibor, vagy akárki. Na mindegy. Ez a szakasz, hogy mintazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől a mindenség, mi is, ő benne. Ez... így... ehhez tartozik az 5 előző vers, ami ebben a fejezetben van, meg nyilván az egész korintusi levél, hisz ez nem volt fejezetekre osztva, hanem ez egy levél volt elméletileg annak idején. Szóval a fejezet maga a bávány áldozatról szól, illetve arról, hogy szabad elfogyasztani azt a húst, amit a báványoknak áldoznak a pogányok. Lényegében mondjuk egy karácsonyi vacsora lenne ilyen, vagy egy húsvéti vacsora, valami ilyesmi. És azt írja Pál, vagy Saul, hogy a bávány áldozatok felől pedig tudjuk, hogy minnyájunknak van ismeretünk, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Az ismeret, hogyha a legjobb példa erre az ateizmus csoport a Facebookon, az egyértelműen demonstrálja azt, hogy az ismeret felfúvalkodottá és arrogánsá teszi az embert. És azt hiszem, hogy mindannyiunkat fenyeget ez a veszély, de ha valakit érdekel az ismeret felfúvalkodottá tesz fizikális megjelenése, akkor olvasgassa az ateizmus csoportot a Facebookon, és akkor meg fogja látni, hogy hogyan is tesz felfúvalkodottá az ismeret. Azonban a szeretet az épít. Azt mondja, hogy hiába tudunk bármit is, hogyha nincs bennünk szeretet, ahogyan azt a 13-as fejezetben majd a szeretet himnuszában kifejti Pál, a szeretet, hogyha nincs bennünk, akkor teljesen mindegy, hogy mi az, amit tudunk, akkor az emberek nem fognak akarni minket követni, hisz nem lesz meg az a kapocs, ami az Atyától érkezik. Hogy mi a szeretet, meg ezek a dolgok, abban most bele sem megyek, mert nincs erre idő. Vagyis nem az, hogy írja, hanem az elvinne minket attól, amit szeretnék mondani. Tehát, van ismeretünk, ezt állítja Pál, azt jelenti, hogy tudjuk, hogy mi amiről beszél. Érteni fogjátok, mert van ismeretetek. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még, ez, bocsánat, meg akarom mutatni, ez a tudra van több kifejezés a görögben, és ez itt eidó. Az eidó pedig azt jelenti, hogy olyan értelemben tud, hogy észlel, vagy szemlél ebben az értelemben. Tisztában van, tudatában van valaminek. Míg a
míg a, vannak más kifejezések erre természetesen. Szóval tisztában vagyunk azzal, ezt mondja Pál. Az elsőben pedig azt mondja, hogy mi van ismeretünk, azaz, ez gnosis ez az ismeret, ami tudás jelent, információ a mi mostani világunkban, információ lenne, tudás, megismerés. Szóval megvan nekünk az információnk. És ez fontos lesz a későbbiekben, hogy értelmezni tudja az ember. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, szóval felfogott valamit, észlel valamit, érzékel, még semmit sem ismer úgy, mint ismernie kellene. Szóval azt akarjuk kifejezni, hogy mindig van mit megtudni. Az örökké valóságig az ember tanulni fog, hogyha valaki elhiszi magáról, hogy én ezt felfogtam, megtudtam, megismertem, tisztában vagyok ezzel, akkor még nem tud semmit, és még nincs tisztában úgy a dologa, ahogyan kellene, hogy legyen. Most megkérek mindenkit arra, hogy osszátok meg a videót, és akkor több emberhez eljuthat az üzenet, hívjatok meg ismerősöket, akit érdekel, hozzászólhat, ha van épp-kézláb kérdése a Szent Háromságot illetően. Nem vagyok se imám, se rabbi nem vagyok, de erre most nem fogok kitérni különösebben. Hármas versben úgy folytatja Pál, hogy hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik tőle. Most megnézem a revidált fordítás, hogy egyszerűbb legyen. Ha valaki szereti az Istent, azt ismeri az Isten. Hogy magyarán, hogy szükség van erre a kapocsra közte és köztünk, ami a szeretet, ahhoz, hogy ő tudomásul vegyen minket. Nem arról van szó, hogy amúgy nem ismerne, mindenkit ismer, mindenkivel tisztában van. De akkor arra az ember, azt az ember felismeri, észreveszi, ginoszkó, ilyen értelemben. Azt az ember arra gondol, Elohim, hogyha valaki szereti őt. És akkor megy, most ér rá a bálványáldozati húsra. Azt mondja, hogy tehát a bálvány áldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon. Ez a kontextusa a hatos versnek, amiben azt mondja majd, hogy de nekünk egy Elohimünk vagy Istenünk van, az pedig az Atya. Nem tudom kiolvasni a nevedet, szeretnél bejönni, adja már nekem négy szíves néhány percet, befejezem ezt, és utána bejöhetsz persze. Nem tudom, hogy kell meghívni valakit, de majd addigra biztos kiderül. Csak térjünk már vissza rá, mire eljutok ennek a végére. Szóval egy bálvány sincs a világon, magyarán nem létezik ez egy dolon, ami idol angolul, de magyarul ez hasonmás lenne, vagy arckép, idol, ezt talán ismeri mindenki ezt a kifejezést, de idol angolul. Isten szobor, bálvány, azt mondja, hogy egyetlen bálvány sincs a világon. Mit mondott az elején? Az, hogy nekünk van ismeretünk, és nekünk van, mi felfogtuk azt. Szóval tudjuk, hogy nincsen bálvány a világon, nem létezik bálvány. Ez csak az emberek fejében van. És Isten sincsen. Nincsen Isten. Senki más, csak egyetlen egy. Emlékezzen mindenki erre. Azt mondja, hogy nincsen Isten, hanem csak egy van. Mindjárt meglátjuk, hogy ki az az egy. Ez a kontextus a hatos versnek. Nincsen bálvány a világon, semmi, csak egy Isten van, senki más nincsen, hanem csak egy Isten van. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, mondja az ötös versben, akár az égben, akár a földön, amint hogy van sok Isten és sok Úr. Szóval, hogy lehet az, hogy azt mondja, hogy bálvány nincsen, csak egyetlen Isten van, és most meg azt mondja, hogy vannak istenek az égben sok, és Úr, és a Földön is. Azt szeretné, hogyha a fejében mindenki különbséget tudna tenni az egyetlen igaz Isten, és mindazon egyéb dolgok között, amiket Istennek nevezünk. Például arról beszél valaki, hogy Buddha, Allah, vagy Jézus a kereszténységben, vagy Jahve a judaizmusban, vagy Visna, vagy mit tudom én, Buddha persze nem Isten, én értem, de
De mondjuk Vishnu, meg mit tudom én kik, ezek istenek. És sok úr is van, sok gazda, sok mestere van az embernek a földön. De igazi értelemben csak egy Isten van, és az nem más, mint az Atya, ahogy mondja a következő versben. Szóval a négyesben azt mondja, hogy Isten sincs senki más, csak egy. Aztán a hatosban azt mondja, hogy mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől a mindenség. Szóval ez a kontextusa ennek a versnek. És mikor beszéltem a múlt héten, azt hiszem azzal a párossal, nem vagyok benne biztos, hogy el tudtam magyarázni annyira tisztán, mint most. De lássa mindenki, hogy a kontextust arra építi fel Saul, hogy nekünk van ismeretünk, mi felfogtuk ezt az egészet, amit tudunk, amit tanított nekünk. Elohim vagy Isten ismer minket, mert szeretjük őt, és a szeretet az, ami épít, báványok nincsenek a világon, és csak egyetlen Isten van, senki más, az pedig mindazonáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől a mindenség, és mi is ő benne. Ettől függetlenül van sok Isten és sok Úr. Nincsen ellentmondás az írásban. Mindjárt megnézem a János 14:8-9. Nincsen ellentmondás. Ez nem azt jelenti, hogy ellentmondás van, hogy jó, egyszer azt írja, hogy nincsen bálvány, utána meg azt írja, hogy sok Isten van. Ez nem egy ellentmondás. Azt mondja, hogy nincs bálvány, mert az nem létezik. Az emberek adnak a fejükben hatalmat nekik. De egy igaz Isten van, aki nem más, mint az Atya. Van még emellett sok Isten? Így van. Van még emellett sok Isten, akiket az emberek annak hívnak, annak úgy ismernek, mint Isten. Ilyen például Jézus a kereszténységben, akit az emberek találtak ki tulajdonképpen. Én nem azt mondom, nem azt akarom mondani, hogy az új szövetségbeli karakter, Jahusha HaMashiach, akiről szól az egész új szövetség, a Mashiach, a Mesiás, a felkent, a megváltó, az nem létezett. Én elfogadom, hogy ő létezett, csak nem úgy, ahogyan a kereszténység azt tanítja, és ez egy nagyon fontos különbség. Szóval én nem vagyok keresztény. Én nem is mondtam soha, hogy keresztény vagyok, és én sose voltam keresztény, nem is hiszem, hogy valaha leszek. Én is azt mondtam, hogy Jézus egy élő személy, csak nem az a karakter, akinek a kereszténység őt beállítja. Ez az, ami fontos. Mint ahogy itt a keresztények azt mondanák, hogy nem Mohamed, nem az a proféta, akinek az iszlám vallja, mint ahogy szerintem se az. Ők azt mondják, hogy igen, a kereszténység meg azt mondja Jézusra, hogy igen, ő Isten, az kész. Miközben nem. Én csak azt mondom, hogy nem úgy, nem az a karakter, akinek a kereszténység tanítja. De ez egyébként ebből a szakaszból szerintem kiderült. Most valaki írta, ha van kérdés ezzel kapcsolatban, akkor szívesen arra is megnézhetjük. És akkor ez a János 14:8-9 volt, amit írtatok, ha jól láttam. Igen, na gyere, akkor nézzük meg. Nem tudom, hogy kell. Ja. Azt láttad, pont erről beszélek, hogy most itt a kommentben nem is tudtam, hogy a muszlimán vallásban létezett Jézus. Ez nagyon hát durva egyébként. A Jézus is létezett, a Mózes is létezett, meg a Mária Muhammad is létezett, és Bibliában is van írva, vagy a Tórában, azt hiszem, Bibliában vagy a Tórában, hogy fogjon egy proféta, úgy hívek, hogy Muhammedim. Nem tudom, hát ezt állítólag Ézsaiás könyvében van erre utalás, de azért az szerintem kétséges. De ami érdekes volt számomra is egyébként, Jazan, mikor jobban megismertem az iszlámot, nem vagyok egy szakértője, csak elég sokat tudok róla, az, hogy egyrészt ez, amit mondtam, hogy jobban ismerik a Bibliát, mint a keresztények egy jelentős része, a másik pedig az, hogy ők Jézust igen nagy rangra tartják, és valahogy úgy jön ki, hogy mintha második lenne, úgy Mohamed mögött. Csak sajnálatos módon nem fogadják el az ő áldozatát, amit hozott. Igen, tudod miért nem fogadjuk el?
Tudod, miért nem fogadjuk el? Mert ő a Jézus magába, az Isten megmentette a Jézust, hogy ne akaszt, feszítsék fel. Igen, igen, mert igen. Nagyon szerette, és akkor megfogta, és felvitte magához mellett, és akkor majd, amikor jön az a pillanat, hogy világvége van, stb., akkor le fog jönni a Jézus megint, és meg fogja menteni a világot, és békességet fog tenni a Földön. Szóval igen, ez mi érdekes. Ebben hitben vagyunk. És akkor utána, nem tudom hány év múlva, vagy nem tudom, hogy történt ez az egész, jött Mohamed proféta, mivel meg akarták feszíteni a Jézust, nem tudom, a keresztények is a zsidók voltak azok, vagy a zsidók, vagy a keresztények, vagy vegyesen történt ez, de az Isten küldött egy újabb profétát, és hogy ezt most az üzenetet, az Istentől, ami jött üzenet, írjátok fel kövekre, és a bőrre, és jegyezzétek meg. Szóval hozták 100 embert, jegyezzék meg minden egyes szót, amit mond Muhammed, amely az Isten küldött neki, és ebből lett a Korán. Szóval a Korán generáción át nem lett átírva. Világos. Én ezt a történetet ismerem. Ugye az sajnálatos, hogy a két Jézus az nem egyezik a két könyvben, de nézd, nem kell, hogy egyetértsünk mindenben. Ettől függetlenül én azt hiszem, hogy arra kellene törekedni, hogy kialakuljon párbeszéd, ami lehetőleg a Bibliára épül, hiszen én nem ismerem a Koránt. De nézi azon, még esetleg kérdés, vagy elbúcsúzom nem, akkor? Nem, elbúcsúzhatunk, köszönöm szépen. Örülök, hogy beszéltünk. Minden jót! Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaoutja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.